Szervusztok, kedves kém! Ismét bejelentkezik a digitális nyugdíjas 23. május utolsó napján. Most már ismét innen a Dunapartról, amit látjátok, már egyáltalán nem olyan magas a vízállás, és az ott pedig az Árpád híd, és ma kivételesen nincsen lőgyakorlat, ugye itt az agyakalandvadászok ma nem gyakorlatoznak, így hát nem fognak bele pufogni a mai videóba. Na, mit akarok mondani nektek, miért csinálom ezt a videót? Na hát, képzeljétek el, hogy nagy fejlemények vannak. Egyrészt a ma estével kapcsolatosan, mert ma este megint lesz majd Siker Kovácsok sorozat, és megint egy olyan személy jön majd, akiről azt kell mondanom, hogy tényleg igazán figyelemre méltó, igazán elismerésre méltó, és legfontosabb, követésre méltó az, amit ő elért. Cérna András. Most elárulom a nevét. Cérna András, aki ma a vendégem lesz. Közben itt egy-két kimenő hajó innen a sólyákról, és nem tudom, mit csinálnak, hogy versenyeznek, vagy mi történik. Megmutatom nektek közelebbről is. Ott mennek. Nem tudom, hogy hol fognak majd elfordulni. Ott most van valami nagyobb sodrás, és az egyik az már elfordult, és a másik is követi, a másik kettő is követi őt. Mutatom. Na hát ilyen kis játékok vannak itt. Kiértel elsőnek oda, gondolom ez volt a tét. Visszahozom. Így mi. Na, tehát a mai este főszereplője ő lesz. Azért hoztam őt, mert ő is elindított egy sikertörténetek nevezetű sorozatot, és van szintén egy Facebook csoportja, ahol olyan emberekkel készít ő interjút, akik az üzletükben komoly eredményeket érnek el, és ma fogják akasztani a hóhért, tehát ma őt fogjuk kérdezgetni arról, hogy mit csinált, hogy csinálta, hogy ért el az eredményeit, és mi volt az, ami őt igazán motiválta. Tehát ma ez lesz majd a téma, és akkor beszéljünk arról, hogy mi az igazán nagy hír. Képzeljétek el, hogy tegnap sikerült összehoznom egy beszélgetést Mátrai Szilárddal, és azt kell mondjam, hogy egy igen-igen komoly projekt elé nézünk, mind a ketten egyetértettünk abban, hogy egy együttműködés mind a kettőnknek jót fog tenni, mind a ketten csak előnyünkre fogjuk tudni ezt használni, és hát a részleteket azokat meg majd később. A mi igazi témánk az lesz, ugye, hogy hogyan lehet tipikus Marikából, vagy átlagos Gézából egy olyan network marketing siker kovács, aki a legmodernebb eszközöket és a legmodernebb technológiát használva építi föl a saját üzletét. Természetesen ehhez olyan dolgok kellenek, mint például a mesterséges intelligencia, és hát bizony ezeknek az információknak a beszerzése és a tudása is rendkívül fontos. Hogy miért? Elmondom, mert ez is egy rendkívül egyszerű. Ez azért van, mert aki most nem kezdi el használni a mesterséges intelligencia által adott dolgokat, az fél év múlva már csak azt fogja látni, hogy mindenki, aki már használja, maga mögé tudta őt. Most gondold végig, itt Magyarországon hány ember foglalkozhat, kezdhet el most új
újból egy network marketing üzletet. Gondold végig, hogy hány olyan jelölt lehet, aki most akarná elkezdeni. Mondhatnánk azt, hogy hát de hát hiszen ez végtelen, és hogy állandóan vannak újak. Igen, ebben igazad van, de ezekre az újakra nem csak te vadászol ám, hanem vannak mások is, akik szeretnék őket a saját üzletükbe tudni. És ha ők ügyesebben használják ki ezeket a lehetőségeket, amiket most a mesterséges intelligencia és ez a modern technológia ad, akkor bizony ők lesznek a nyerők. Arról nem beszélve, hogy a fiatalabb generáció, a 35 év fölöttiek, 35-50 év közöttiek, 35-45 év közöttiek, az ő számukra, hát nekik sokkal közelebb áll maga ez az egész technológia, mint az én korosztályomnak például. És azt is megnézheted, hogy egy-egy network marketing üzletben, főleg azok, akik ugye egészség megőrzéssel, betegség megelőzéssel foglalkoznak, hogy ott mi az átlag életkor. És bizony látni fogod, hogy hát nem dübörögnek a fiatalok itt ezekben a termékes üzletekben. Tehát ott a 80% az az 50 fölöttieknek a korosztálya, és hát bizony, hogyha 50 fölöttiekre akarod alapozni a te hosszú távú üzletedet, akkor úgy gondolom, hogy nem a lehető legjobb stratégiát választod. Azt mondom, azt tudom javasolni neked, hogyha részt akarsz venni egy ilyen online tanfolyamnak az elkészítésében, én és Szilárd segítségével, útmutatásaival, azért, hogy te sikeresebb legyél, és ezzel, tehát a tevékeny közreműködéseddel hozzá tudsz járulni ennek az online tanfolyamnak az elkészítéséhez, akkor ez a te számodra természetesen teljesen ingyenes lesz, tehát ingyen fogod megkapni ezeket a tudásokat, és ha már készen lesz, akkor pedig nagy valószínűséggel ez egy fizetős program lesz, ami hát mondhatom azt, hogy ugyan jelentős segítséget fog adni azoknak, akik ezt elkezdik, de mégis egy bizonyos szelekciót is fog majd csinálni, hiszen ugye azok fogják tudni használni, akik meg fogják tudni fizetni, tehát megint csak ők fognak előrébb kerülni, ők fogják elérni majd könnyebben és gyorsabban azokat az embereket, akik leendő üzlettársakká tudnak majd válni. Tehát azt tudom neked erősen javasolni, hogy kísérd figyelemmel ezt a csatornát, a Gazdagodás Akadémia és az Eredményes Online Hálózatépítés csatornát. Lájkoljad a különböző videókat azért, hogy mindig a legfrissebb, legújabb információkat megkapd, és azt is tudom még neked javasolni, hogy jelentkezzél arra a felmérőre, aminek a linkjét itt a videó alatt vagy fölött megtalálod, és iratkozzál be azzal, hogy kitöltöd ezt a felmérőt, és így akkor sikerül neked a lehető legtöbbet és a legjobbat adni. Na, hadd mutassak nektek itt egy kis aranyságot, egy kis aranyosságot. Nézzétek csak, kis kurutykák. Tanulják a dolgokat. Na, oké. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, köszönöm szépen, hogy időt szántál ennek a több mint 9 perces videónak a megnézéséhez. Mindenféleképpen kérek szépen valami visszajelzést, akár like, akár dislike, akár egy dühös fej, vagy valami, vagy pedig kommentbe írd meg, hogy mekkora tök vagyok, vagy írd meg azt, hogy mennyire tetszik az, amit én most elmondtam neked, tehát mindenféleképpen kommunikáljunk. További szép hetet neked, legyél eredményes hálózatépítő. Sziasztok!